ABC sorrendben van felsorolva az elhurcolt helybeliek neve a község emlékparkjában elhelyezett márványtáblán. Mérket és Vállajt 1945. január 3-án érte a tragédia. A két településről összesen több mint 500 embert gyűjtöttek össze a Vörös Hadsereg katonái. Azt mondták nekik, hogy mindössze néhány napos helyreállítási munkához lesz szükség rájuk. Ehelyett még aznap átszállították őket. A településünk északi oldalán található, jelenleg ápoló-gondozó otthon, akkor csendőr laktanya volt. Ott megtudták, hogy elviszik őket külföldre dolgozni, megengedték a hozzátartozóknak, hogy vigyenek nekik élelmet, ruházatot. És 1945. január 6-án este a kertek alatt elvitték Nagykárolyba gyalog mind a 264 főt. Ott vonatra rakták, és úgy vitték el őket a volt Szovjetunió területére kényszermunkára. Az első hazatérők még abban az évben, október végén tudtak hazajönni, de volt nagyon sok, aki 1949. decemberében ért haza, 42-en pedig soha. Az elhurcoltak emlékére 2010-ben állított márványtáblát a Német Nemzetiségi Önkormányzat, 2016-ban pedig kialakították azt a kegyeleti parkot, ahol most elhelyezték Bíró Lajos szobrászművész alkotását. A kormány 4 millió forintos támogatásából készített szobor avatásán Soltész Miklós egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár beszédében elmondta, a 20. század volt a történelem legkegyetlenebb évszázada, a világháborúk és totalitárius rendszerek együtt 10 milliók halálát okozták. Hozzátette, a magyar történelem tanítás évtizedekig elhallgatta a málenki robotról szóló tényeket, ezért a felnövő generációknak hiányosak az ismereteik erről a korszakról. Ezért fontos egy ilyen emlékév, amit most már lezárult, és aminek eredményeképpen az 1,4 milliárd forintos támogatásban sok-sok emlékmű, sok-sok emlékirat, sok-sok emlékező túra is megvalósult, amire mind szükség van. Hiszen azok, akik túlélők vagy hozzátartozók voltak, eljutottak azokba a táborokba, akár Ukrajnába, akár esetleg Oroszország egyes területeire, ahol szenvedtek ők maguk, vagy pedig hozzátartozóik. A térség országgyűlési képviselője az ünnepségen arra emlékeztetett, Mérken és Vállajon kívül Encsencs és Nyírmihályi lakói is megszenvedték a kíméletlen málenki robotot 1945-ben. A térségbeli önkormányzatok a rendszerváltás után emlékműveket állítottak, és a megemlékezés az új lendületet kapott a Gulag emlékév alkalmával. Az elmúlt esztendőben megemlékezéseket tartottunk mind a négy településen, és könyv jelent meg itt Vállajon, és Mérken, és Nyírmihájdiban is. Míg az Encsencsi önkormányzat pedig testvérvárosi megállapodást, testvértelepülési megállapodást kötött a Moldovai Köztársaság területén lévő településsel, ahova az encsencsieket elhurcolták. Az ünnepségen a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit és virágait az elhurcoltak tiszteletére emelt szobor előtt.